Igyekezett a Tolna megyei első osztály őszi lista vezetője, a Majos komoly játékerőt képviselő csapatok ellen is megmérkőzni a téli holtvényben. Ennek kiemelkedő eseménye volt a megye egyetlen MB3-as csapata a szekszárdi UFC elleni felkészülési mérkőzés a szekszárdi műhűvesen. Már az eredmény is sokat sejtető majosi szempontból 4-4-es döntetlen, noha egy felkészülési mérkőzésen nem szabad különösebb jelentőséget tulajdonítani a látottaknak. A listavezető majosi játéka nagyon rendben volt, tekintettel a küszöbön levő tavaszi rajtra. Maximálisan meg vagyok elégedve, úgy gondolom, hogy végig partiba voltunk, védekezésben is, támadásban is, azért rúgtunk 4 gólt az MB3-as szekszárnak, sajnos kaptunk is, szerencsés vagy nem szerencsés körülmények között, de így gondolom az iramot tekintve, a játék minőségét, az eredményességet tekintve le a kalappal a gyerekek előtt. A 18-as keretben két télen igazolt új játékos is megtalálható, Szuhár Botond Paksról, Matesz Dániel Bonyhád Börsönyből érkezett. Ez így sem túl bő keret, a Majos egyébként nagy hátrányban van a városi riválisokkal szemben abban az esetben, ha nem kívánt sérülések, eltiltások miatt kulcsjátékosok esnek ki. Amire az őszi idény elején volt is példa. Amit szerettünk volna, főleg fizikálisan el tudtuk végezni. Én úgy gondolom, van még egy hét, amit megtolunk, és utána már megpróbáljuk a formába a hozást megcsinálni. Az, hogy a nyitányon valaki kijelent egy edző, hogy szuperforma, ez nem létezik. Vagy elkapod, vagy nem, vagy szerencséd van, vagy nincs. Én úgy gondolom, hogy akkora presztízs lesz, biztos nagyon sok néző lesz, a tét óriási. Rákérdezés nélkül a hétvégi idényitóra a Bonyhád elleni Tolna megyei El Clásicóra tért át Pihanyvári László. Legkevesebb 6-700 nézőt megmozgató Majos Bonyhád meccset rendeznek ugyanis, mégpedig Majoson. Tudva levő, hogy a két völgységi csapat között pont azonosság van, a Majos csupán több győzelmével vezet. Van jelentősége mindenképpen a bajnoki cím szempontjából a völgységi csúcsderbinek, de biztos nem ezen dől el a két csapat külön versengése a megyei első osztályban. Fizikálisan rendben leszünk, hogy milyen játék minőséget tudunk produkálni. Ezt a mait elfogadtam volna, illetve szerdán játszhatunk a PVSK-nál. 35 perc alatt 4-1-re vezettünk parádés játékkal. Ezt a kettőt elfogadnám, és ez talán elég is lehetne a kiváló Bonyhád ellen. Nem árt tudni a majosiakkal kapcsolatosan, hogy három alapemberük, Szőcs, Nagy Norbert, Lizák még mindig sérült, akik minden bizonnyal az El Clásicón sem lépnek majd pályára, ám az ő megfelelő formában történő visszatérésük mindenképpen játékerőbeli növekedéssel kell, hogy járjon a bajnoki címről álmodozó majosiaknál.